Thank you.
Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok bébikék, sziasztok szép gang, hi! Visszatértünk egy újabb csodálatos hétre, szia Quantum, szia Green, szia Ben, szia Gabat, szia Üvikém, Mizu, hogy vagytok? Gabat, köszönöm szépen a tizedik hónapodat. Hát ez nagyon hihetetlenül sok. Nem tudom, én nekem még ezek a nagy számok. A nagy számok már olyan furik, de hát már augusztus. Hát egy másfél hónap múlva, kevesebb, mint másfél hónap múlva, már 2 éve fogok streamálni. Ja, másfél hónap. Excuse me! Nagyon durva, arra ki kéne még találnom majd valamin. Amilyen kis zé vagyok, tudjátok, hogy elfelejtem. Szia, Roli, sziasztok! Mi a helyzet? Hogy vagytok? Hogy telt a hétvégétek? Milyen volt a szombat délután? Milyen volt a vasárnapotok? És meséltek, milyen volt a hétfő? Ilyen túlélős? Vagy rossz? Vagy jó? Nekem tegnap egy kicsit káosz volt a hétfőm, képzeljétek, végre sikerült ledílálnünk az asztalossal, mármint, hogy nem az, hogy sikerült ledílálnünk, hanem igazából az asztalos készlet a cuccokkal, amiket rendeltünk. Úgyhogy tegnap jött, beszerelte az új szekrényajtókat a beépített szekrényeinkhez. Meghozta a fürdőszoba, hát a mosdókagyló az ilyen egybe van két izével. Hát egy ilyen fiókos, tudjátok, ilyen beépített cucc, és ahhoz csinálta meg a fiókokat, mert nem standard zé volt ott alatta, fogalmam sincs, nem értek hozzá, lényeg, hogy ki kellett vágni, és azt tegnapra megcsinálta, úgyhogy most már van fiókom. Hi! Szia, Beth! Happy Pride, babe! Happy Pride! És most van fiókom a mosdókagyló alatt, és tudom, be tudom oda pakolni az összes sminkem, és tudok úgy sminkálni, hogy nem hagyok szét utána mindent a fürdőszobába, de ami a legeslegesleg lett egy ilyen pultos ebédlő asztalunk, ami meg lett csinálva direkt a zénkbe, a nappalinknak a sarkába, ahol csak egy üvegszekrény volt, meg egy csomó minden szart igazából oda tettünk, és már nagyon idegesített, hogy ott csak igazából tárolunk dolgokat, és helyet foglal, és egyébként meg nincs nagyon ilyen ebédlőnk, meg hát van egy ilyen, hogy hívják, dohányzó asztalunk, amit így le lehet, meg feljebb lehet engedni, de hát ez csak az izé előtt van, a kanapék előtt, és így annyira nem volt jó, és mondtam, hogy ezt én ide szeretnék egyezet, és tegnap meghozta, és annyira királyul néz ki, srácok, hogy ez olyan hihetetlen, még nincs kész, bár székeket még nem vettünk hozzá, azt majd most a héten fogjuk elintézni, de hogyha meg lesz, lefényképezem és kirakom nektek, de nem tudok betelni vele, a Peti öltetének így mondtam, hogy csak így nézegetem, hogy mennyire király, úgyhogy most már úgy olyan szélesre kértem, hogy 4 ember kényelmesen elférjen, és tudjon kajálni, és nagyon jó, nagyon király, úgyhogy egyébként kb. A fél lakást kidobtuk bútorok szempontjából az elmúlt fél évben. Egyébként nagyon durva, hogy mennyi mindentől megszabadultunk. Szia, Giver! Szekrények és helyek, ahova tenni lehet dolgokat. Pontosan. Nagyon durván büszke vagyok magunkra egyébként ebből a szempontból, hogy
tényleg el tudjunk dönteni. Mondjuk a Petinek könnyebb az én cuccaimat kidobnia, én nekem meg könnyebb a Peti cuccait kidobni, úgyhogy ez ilyen, tudjátok, hogyha valami nagyon szentimentális, akkor ezt így az, azért azt ott vétózunk, de egyébként meg tök király, hogy a másik az így azt mondja, hogy de hát ez tök felesleges, és hogy így miért akarod megtartani, és akkor így rájössz, hogy ja, amúgy igen. Úgyhogy viszont lesz két. Attila, köszönöm szépen a követést. Most amivel problémában vagyunk, az az, hogy a nappaliba, nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy hogy így meséltem, de van két ilyen húsvétpénteki szobor berakva ilyen, hát izéből van csinálva. Mi ennek a neve? Fehér, könnyű, és így össze van préselve, és szerbül jut eszembe, csak a nevem, ezt szerbül sztiropornak hívják, de magyarul meg hungarocel? Az? Azt hiszem. Maybe. Igen, hungarocel. Köszönöm szépen. Szóval, hogy abból van így megformál, vagy, tehát, hogy így tényleg könnyű. És köszönöm szépen a segítséget. És hát ezek kint vannak a nappaliba, így a TV hát szekrénypolc mellett, de most így azért, hogy legyen hely beülni az embereknek oda a pulthoz, ezért majd arrébb kell raknunk, és ez miért el így? Nem mindegy. Ja, és akkor beszéltük, hogy most akkor kidobjuk, vagy mi legyen, és akkor megbeszéltem, hogy a Petivel, hogy snöből, és... Hogy hívják a másikat? Cica! Hogy hívják a szobrokat? Snöből és Laos beköltözhet ide a stúdióba. Azt az ajtót én el akarom cserélni egy harmadik ajtóra. Úgyhogy majd oda az egyik befér, a másikat meg majd kitaláljuk. Úgyhogy csodálatos lesz. Lehet amúgy, hogy ide rakom. Mert ez itt olyan kis üres, és itt nincs semmi, úgyhogy lehet, hogy majd itt néztitek át. Úgyhogy, já. Oké, cica, oké, ajtóval zenélni, pontosan. Oké, megyünk, crazy ceca... kávézó menedzselésekbe, amit Javgazonnak szeretnék megköszönni, mert hogy tőle kaptam. Mert hogy tudja, hogy milyen kis crazy cat lady vagyok. A héten még játszani fogunk egyébként a Strange Horticulture-rel, azt pedig Magdinak köszönhetjük. Ja, Peti megszólítására céloztam jelenséget, mi akartak? Ja, yes, in Bibles, vibe. Az összes izé ilyen bisexual girl, heterosexual boy relationship-es TikTokot, azt így annyira látom magunkat benne Petivel, tehát, hogy így imádom. Csodálatos. Illetve képzeljétek leszettem már vagy tehát, hogy így uninstalláltam azokat a demókat, amivel játszottam, de amikkel tegnap sikerült játszanom még, mert azt hittem, hogy ha letöltöd a tehát, hogy azt hittem, hogy nem lesznek elérhetők már a demók. Így a Next Fest után, de mint kiderült amúgy, hogyha így megvan a library-ba, akkor igen, na mindegy, de csináltam egy csomó felvételt, de csak azt, hogy így ilyen gameplay-es felvételt, és arra gondoltam, hogy megmutatom nektek ezeket a demókat, és csinálok, megpróbálok csinálni egy YouTube videót. Na most így... Én ebben nem vagyok jó. De majd megpróbálom. Nagyon igyekszem, lehet, hogy csinálok majd. Lehet, hogy nem is YouTube videó lesz belőle, hanem több ilyen kis TikTok ajánlós videó, majd meglátjuk.
The Yassification of Peter, of course. Na cső, Steelhammer! Ó, oh, de szeretem. Ah, anyukám küldött egy csomó bodza szörpet. És még mindig van. És hideg a víz. Mármint, hogy csak hideg vizet öntöttem bele, de van benne ilyen újrahasználható jégkockám, és az meg így lehűtési. Szia, Daki! Mindegyik alján lesz, persze. Elkámult a bodza. Anyu, ezt még nem is tudom, mikor főztem. De ugye rakott bele tartósítószert, pont azért, hogy sokáig tudjak inni. Bodza szirupot. Úgyhogy... Úristen, de tudom, most mondd meg. Megtaláltam ezt a kis izémet. Ezt a kis ingecskémet, és annyira cuki. Muszáj volt felhoznom. Na, options. Low resolution textures, az biztos, hogy kell. Majd újraindítjuk. Nem tudom, mennyire hangos. A mastert egy kicsit lejjebb viszünk. Game. English. Oké, oké. Nem tudom, hogy ez mi lesz, de... Újra kell indítanom. Bocsánat, megint bohócot reggeliztem, vagy nem reggeliztem, a kettő közül az egy. Na, mert nem kell, nem bír meg. Helyes. Nem helyes. Maradj még, Daki. Úgyhogy ma pedig, képzeljétek, eddig tiszta vegetáriánusként kajálgattam, sőt, mondhatni vegánul. Mostanában nem tudom, hogy nektek így hogy van. Szia, Buzi! Én mostanában, képzeljétek, nem tudok... nagyon hús tenni. Hogyha eszek, akkor max csirke mellé. Maradj még, Daki, ne csapd ki a streamere. Kicsaphatod. Csak... diszkréten. Úgyhogy nem tudom, csak csirke mellett, és egyszerűen a comb hústól is, pedig egyébként szeretem a combot, vagy hát így szerettem a combot is, az alsót is, felsőt is, például csirkéből, valahogy a disznóhús is, nem tudom, olyan semmilyen marhát tudnék egyedül enni még, amit így azt mondom, hogy ez, de az baromi drága, úgyhogy így. Peti anyukája most csinált nekünk ilyen paradicsomos, csicseri borsós sült csirkét, és konkrétan kiszedtem belőle a húst, és csak ezt a paradicsomos, csicseri borsós szószt tettem, úgyhogy így... I don't know. Mondjuk nekem volt egy barátnőm, aki mondta, hogy neki szoktak lenni ilyen. Ó, de cukik ezek a fejlesztők. Én is akarok ilyen. Hogy neki voltak ilyen szezonális, vagy hát ilyen ideiglenes, ezért, hogy egyszerűen nem tud húst enni. Nyáron előfordul kim több embert, ahogy van akkor. Nem is az, hanem hogy így olyan furi, meg egyébként az is, az rá is... Arra is rá akarok szokni, hogy a izébe fúj a szél a játékban. Azt nézem, mondom, ennyire fel lett erősítve hirtelen a izé. Nem, ez a játéknak a hangja, na mindegy. Szóval, ja, hogy le akarok szokni erről az ilyen nagyon, mert nagyon-nagyon, sajnos nagyon-nagyon szeretem a péksüteményeket.
És ahhoz, hogy egy kicsikét le tudjak fogyni, ahhoz melőznöm kérem. Úgyhogy, de már egy ideje nagyon figyelek arra, hogy valami ne ilyen fehér kenyeret vegyek, hanem magvas kenyereket, meg egy kicsit töményebbet, most is valami magvas rozsos cipót vettem, és nem tudom, ma reggel is a Petinek vettem egy sajtos pogit, de magamnak ilyen csökkentett, nem tudom, szénhidrát tartalmú, teljes kiörlésű, ilyen-olyan magvas cuccot. De annyira baromi nehéz, mert egyszerűen nem kívánod ezeket, hogyha ennyi ideig azt fogyasztod, ami egy rendes, nem tudom, fehér kenyér, meg ilyen péksüteményes dolog, és ne tudj, ráadásul ott van még mellé a refluxom is, tehát van olyan, amikor így konkrétan tényleg csak olyat ennék, ami így, mit tudom én, nem tudom, valami hamburger, vagy tudjátok, ilyen, nem tudom, bármit főznék magamnak, tésztát, és érzem, hogy van a refluxom, tehát semmi, és tudom, hogy a paradicsomos kajáktól jön ki, és egyszerűen csak paradicsomos kaját ennék, de igazából mégse, de csak olyan kaják jutnak eszembe, és így annyira kibaszottul nehéz. Norbi update-del ne vegyél, mert hány inger. Oké. Jöttem a bántalmazásért, rég voltam téhoz, a pillanat, megcsináljuk az intrót, és aztán megkapod a téódat. Szia, Danci! Elvileg a toszos kenyér, gondolom rozsos, ami ilyen alacsonyabb kalóriás, fehérjedúsabb téma, meg alapolcsó. Ja, meg majd, nem tudom, majd utána nézek, toszos. Jaj, tosztos, ja. Doszos kenyér, az a kedvencem. Na jó, van, bocsánat. Doszos kenyér. Az biztos. Szóval, nagyon messze utaztál egy vidéki városba, ami el van rejtve a városi nagy élettől. Spárban van teljes kiörlésű tosztkenyér, az nem annyira nehéz, de valamennyivel jobb, mint a fehér. Van magvas tosztkenyér is egyébként. Én azt vettem múltkor. De azok olyan kurva drágák amúgy ezek a kenyerek. Meg néztem, most mindenki nagyon üzéli azt a purpur kenyeret. 700 forint. És nem is azzal van a bajom, hanem hogy megveszem külön magamnak, mert akkor még vegyek külön a Petinek, mert a Peti megeszi az enyémet, de hogy neki annyira nincs szüksége erre, tudod, és így... I don't know. Honey, what's wrong? You barely touched your toszos kenyér. Így fogjuk ezentúl hívni. Nem ettem még purpur kenyeret, csak így izé. De én amúgy nagyon szeretem, meg azon is gondolkodtam, hogy van egy ilyen külön izé, az valami németektől hozzák be, és ilyen ekkora, tényleg ilyen nagyon pici. Ez diadragum, a purpur nem finom, jó, akkor olyat nem is fogok venni. Ilyen nagyon tömény, németektől hozzák, ilyen barna, vagy hát szinte már fekete kenyér. És ugye abból azt mondják, hogy csak egy szelet elég, és jól laksz vele kb. Fél napra. És arra gondoltam, hogy lehet, hogy azt megpróbálom. Na jó, figyelek. Nem nagyon emlékszel a városra. Neved nagyon magadra, baby voltál. I'm just a baby. Anya mindig anyának mindig hiányozott ez a hely, vagy apa sosem mondta, hogy milyen szép volt itt. Anyuka kolléganőm mondta, vegyek finom, mikor akciós volt, vettem, sose kapom vissza azt a 700 forintot, ugye? Jaj, Kim, képzeld, ma rám dudált egy kamionos. Remélem, visszadudáltál, vagy betoptad a szélvédőit egy kővel, vagy nem tudom.
Nagyon sajnálom, Tita, de... De hát ma is konfirmálva lett az, hogy bomba vagy, ma is nagyon szép vagy. A kamionos is megmondta úgy, hogy validálva van ma is a kérdésed. Nem tudom, ennél szebbet mondhatnak el neked valaha, mint amikor rádudálnak egy autóval. Az oroszok szoktak enni kaviárral és kovászos ubival. Ó, ez véletlenül finom, pedig nem szeretem a kovászos uborkát, de a fekete kenyérrel és orosz kaviárral mennyei manna. Hát én nekem nincsen. Milyen vagy? Azért is. Megvettem. Kiírtam Twitterre, srácok, kiraktam egy képet, hogy mennyit fizettem ezért. Ami így, tudjátok, most így van ilyen izében. Nem tudom, Twitteren van ilyen trend, hogy mostanában kirakják így a magyarok, nyilván csak a magyarok, mert hogy ilyen irreálisan hülye árak vannak most már nálunk, hogy mennyit fizettem ezért, és amúgy beírtak ilyen 4000 forintot fizettem összesen a cuccokért, de ilyen 5-6000 forintnál kezdtek, és volt, aki 10-12-t írt be, és mondtam, hogy ez a bonus question, hogy mi volt a legdrágább tétel a végén a számlán, és egyébként azt hiszem, hogy Idri meg Suzu eltalálta, mert sokan azt írták, hogy a császárszalon, amit vettem, az volt a legdrágább, de nem, amúgy arra büszke is vagyok magamra, hogy nem a szeletelt csomagolt császárszalonát vettem meg 900 forintért 20 dekát, hanem 25 dekát vettem 500-ért. I mean! Mert hogy megláttam, hogy van a pultba is. Hanem az, hogy 4 darab őszi barackért fizettem 714 forintot. Miközben az avokádót 150 forint per darabért vettem most. Már le volt árazva. Csak mondom, teljesen fel vagyok háborodva. Chickens! Sziasztok, Viktorék! Köszönöm szépen a rédet! Üdvözlök mindenkit, sziasztok, ki vagyok egy Variety Gamer, ritkán, most már egyre kevésbé artstreamer, és most éppen a Cat Cafe Manager nevű játékkal kezdtünk el játszani, de hát még éppen ki vagyunk akadva azon. Én már pár napja ki vagyok akadva azon, hogy 4 barackot 714 forintért vettem, mert amúgy elnéztem az árát. És a nektarinnak 899 forint volt kilója, az őszi baracknak meg 1400. De avokádot vettem 150 forint darab áron, úgyhogy nem tudom így. Milyen volt a Minecraft, meséljetek? Már régen volt Minecraft, de egyszerűen mostanában nem tudom rávenni magam. Valahogy nem megy. Jó, de a gyümölcs rohadt drága. De nem mindig volt drága. Miért ilyen drága? Nagyon ki vagyok ezen amúgy. Akarok enni gyümölcsöt, akarok enni zöldséget, és így ott hagyom a fél életemet. Na mindegy. Meg ezt Tesco-ban 3000-ért láttam a 700 g-os trappistát, Istenem. 1500 forintot fizettem 4 darab spáros virslis rácsosért, el sem mondom, mennyi a laktózmentes tejem. Ugye, de az meg a másik, hogy én meg még ráadásul hogy igyekszem növényi tejet, meg növényi sajtot, bár a növényi sajtot már feladtam és lecseréltem a műanyag toast szendvics sajtra, komolyan mondom, a annyi műanyagban, hogy szerintem a világ életében nem látott tejet. Mit akartam? És akkor beszélek, tudjátok, Vegaföld, vagy mi ez? Nem Vegaföld, hanem a Dr. Oetkernek a krémvegája, mert hogy
imádom a tejfölt, és hogy az hasonlít rá a legjobban, és az is ilyen 450-500 forint között van. Egy ilyen kis szar. És így... Nice! A növényi tejekből is a legvizesebbet veszem, ezt a Happy-t, már 400 forint, meg nem iszok belőle annyit, de hát akkor is. Hogy akarsz valami normális növényi tejet, vagy italt, vagy mit tudom én menni, ez 1000 forintnál kezdődik, és így... Vagy hát, nem, bocsánat, 700 forintnál kezdődik, és akkor onnan megy fel, de hát az 1000 forintos, az biztos, hogy jó. Mármint, hogy az olyan minőségi, meg így... Kösz. Nice. Mert tavasszal vagy elfagy, ha meg nem, akkor meg elvesz egy égeső. Azért, mert most még nem érnek a barackok, dinnye is azért 700, mert még nincs idénye, csak vannak, akik korábban termelik őket. Régen, ha nem volt pénzed, akkor lecsót ettél, ma ha lecsót eszel, nem maradt pénzed. Imagine having lecsós szelet. Na, ez az. Szia, Lia, bocsánat. Mindjárt megyünk vissza, csak itt fel vagyunk háborodva az árakon. Úgyhogy nem tudom. Teljesen ki vagyok akadva. Na mindegy, játszunk! Én nem fogok ilyen árakat szabni ebben a játékban. A nagy itt maradt. Ja igen, amikor bébik voltunk, elmentünk ebből a kisvárosból a nagyvárosba, utána most visszatérünk. Ennyi. Bemész a boltba, és így guess I'll just die. Igen. De legalább az eurós számlánk, vagy hát ilyen eurós valutot tartunk Revoluton, és abból szedegetem ki a pénzt, mert most már ilyen izébe vagyok, ilyen... most már fel kellett törni a izét, és legalább több pénzem van, mint amikor beraktuk. Tadam! De régen 200 forintért bevásároltam, most már mindenhol kamerák vannak. Igen. Igen, Liz, ez a... Jaj, de jó! Nice! Úgyhogy nem tudom, azt sem tudom, hogyha elmenjek mondjuk piacra, ott jobban járok-e. Nem tudom. Elmegyek haza. A Vucic ott küldi a izét, most megint kapok 100 eurót. Már fiatal vagyok. És a Vucic tudja, hogy kell a pénz. Én megállom. Úgyhogy hazamegyek bevásárolni. De most már Szerbiából se lehet ám áthozni csak úgy dolgokat. Étolajat egyáltalán nem. Nem tudom, hogy miért. Cukrot meg 3 kilót max. És így. Tegnap megfejtettük, azért vitte fel az állam így az euró árát, mert régebben vitték a szabak árát, ja? Oké, okay, nice. Kedvesebbek a kofák a piacon, az áraknak nem biztos, hogy jobbak. Ja, nem tudom. Ráadásul, mint tudom, én is ezen nézelek, hogy mondjuk elmegyek, mert otthon biztos, hogy előbb járnék henteshez. Itt azért Szegeden nincs nagyon, van a piacon, de nem tudom, hogy mennyivel jobb, hogyha ott megyek a húsboltba, mint hogy megveszem itt a Spárba, vagy nem tudom. Ausztriában dolgozok, szóval happy vagyok a pénz miatt. Én nagyon ki voltam akadva, olvastam a Twitteren, hogy, jaj, bocsánat, business csinált, jó, mindjárt kezdjük a játékot. Cuki, így hogy valaki azt írta, hogy csináltak ilyen összehasonlítást, hogy nem is tudom, hogy hol olvastam. Vagy olvastam, vagy hallottam, vagy nem tudom, vagy láttam valahol, hogy csináltak egy összehasonlítást, hogy bevásároltak ugyanazok, megvették ugyanazokat az árukat a Lidl-be, németeknél, meg osztrákoknál, meg nálunk, és ilyen pár eurós különbség volt. Ilyen 1-2 eurós különbség volt a kettő között, és így, mármint, hogy a magyarországihoz hasonlítva. És hogy így ugyanolyan árak vannak,
mint kint, viszont sokkal rosszabb az átlag kereset. Tehát, hogy így... Én már nem vagyok meglepődve. Én már semmin sem vagyok meglepődve. Na, megérkeztünk. Szia, bácsi! Bonner. Bonner. I'm so funny. Csókolom, Bonner úr. Itt kéne, hogy lenned? Igen. Igen. Elnézést, ön kicsoda. A nagyim... Nagyim küldött egy üzenetet, amiben azt írta, hogy... hogy kellenem. Nem működik a drop? Sorry. Nem tudom miért. Most nem tudom miért, pedig nincs kikapcsolva. Hát gondolkozok azon, hogy kimegyek Pandorba pólót hajtogatni annyiért, mint itt dolgozok, vagy még többért. Angolul, németül beszélek, szóval lenne kint lehetőségem. Amúgy... Én megértem. Én megértem azt, hogyha valaki azt mondja ezek után, hogy ő kimegy. Tényleg bármit csinálni. Kín ugyanezért a munkáért, amit én csinálok, 1500 eurót kap az ember kezdőfizetésként. Kezdőfizetés, itt nincs 500 eurom. Szia, Alfa! Jó, hát most nem az, hogy akármit, de hogy én megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy ő tényleg kimegy bármi más csinálni, vagy hogy ugyanezt csinálni, mint itt. Ez kétszer-háromszor olyan fizetést kap. Na, szóval, Nain Lil Pike, I should know, sorry, scary. Okay. Tudja, hogy ki vagyok. A nagyinak a jó haverja volt, a Bolnár haverja. De nem, sose volt olyan jó, mint a macskái. Na. Oh! Hairstyle. Half long, afro, curly, spiky, de hát hair color. Ez jó lesz, nem? Nem pont olyan, de nem is ilyen ezért. Hát mondjuk ennyire fehér vagyok valószínű. Ez most amúgy a hairstyle akarja eldönteni? Aha! Igen. Hogy lány vagy fiú. Vagy non-binary. Mindegy, összefogott hátul összefogott hajra megyünk. Nekem Spanyolország a terv, vagy self-employed teszterként, vagy alkalmazottként. Amen. Olcsóbb az élet, és fűteni sem kell. Hát nem egy cyberpunk karakter generálózni. De nem is tud a lényeg. Nem is akar az lenni. A nagyinak a szeme, igen, két pont. A nagyi szemeit örököltem. Na, pick a trait. Mi vagyok? You enjoy eating food almost as much you enjoy making it. Hát az én vagyok. Gentle vagy social butterfly. Hát ez mind három én vagyok. De az a baj, hogy... Melyik legyen, srácok? A kajás, a cecás, vagy a... szocializálódós? Szerintetek? A cecás? Jó, ha már ceca menedzserek vagyunk. Jó. Crazy cecások. Oh, Gabi! Like you alone. Maybe we can hang out or something. Köszönöm szépen a harmadik hónapod. Mwah! Örülök, hogy már harmadik hónapja itt vagy velünk, és úgy gondolod, hogy tetszik az, amit csinálok, és hogy támogatsz bennem. Nagyon sokat jelent. Mi a helyzet? Milyen a napod? Eddig? Milyen volt a hétvégéd? Jaj, képzeljétek, hétvégén felléptem a Ritmus Tánc Gálán.
az évzáró gálán, és nagyon ügyikék voltunk. Hogyha lesz róla a videó, majd beküldöm a Discordra, hogy megnézzétek, milyen jól táncoltam. Vagy sem, nem tudom, igazából annyira izgultam, meg annyira koncentráltam arra, hogy jól nyomassam azért a táncot, hogy mosolyogjak közben, és hogy próbáljam úgy jól is érezni magam, hogy nem tudom, hogy hogy táncoltam, de azt mondta Peti, hogy ügyes voltam. Na mindegy, azért jöttem, hogy itt cat in the kettle. El kell neveznünk. Jaj, köszönöm, dobozos kakom. Mi legyen a kávézónk neve? Szeretném kérni a legkreatívabb neveket, ami most eszetekbe jut. Lehet nagyon szar poén, lehet nagyon jó poén, lehet valami anagramma, lehet bármi. El kell neveznünk a kávézót. Az a baj, hogy így cica kávézóba még sose gondolkodtam. Hogy nevezném el. Macskávé. Kimicsino, jó, oké. Kim Café, Catfé, ó, az is jó, az is tetti. Szájtnak mindjárt kisorsolunk egy téót. Kimicsino, nagyon menő. Legyen Csino. Kimi Csino tetsz. Én nekem a Catfé még nagyon tetszett, úgyhogy az lesz a izé. Kimi Csino Catfé. Én nekem ezt tetti. De azért lesz 1% esély a VIP-re, persze, hogy lesz. Such a clever cat based pun. Unless it's not a pun. Wouldn't know. I've been pun deaf since age 4. Ja, Istenem, nem áll. Cecek! Persze. Na. Choose your starting companion. Clean cat. They clean up themselves. Stand chill. Tiny tummy. Legyen a clean cat. I choose you. Missy Elliot. Legyen a neve... Sándor. Diva Energy, és Sándor a neve. De miért ne lehetne egy Sándornak Diva Energy-e? Szétadom. Na. Jó, oké. Szóval, gólok. Your goal is to delight customers, need satisfaction. Push me. And then just touch me till I can get my satisfaction. És ez fog szólni a háttérbe. Ezért feldolgozásba. Tudjátok, ilyen hárfás feldolgozásba. A következő neve a Lajos lesz. Szóval, jó. Stuff Furniture. Épp a mokasinom szűrcsöm az IQOS mellé, gondoltam. Csodálatos. Fabric Nektár.
Fish Gems Gold Material. I'm a material girl. Vanessa. Sajnálom, túl sok TikTokot nézek az ajzat. Jó, hát... na, dekoráljunk. Vanessa. Semmi baj, mi TikTokkal együtt szeretünk. Ugye olyan szépeket tudok nektek néha énekelni. Vagy annak ellenére, hát, na, mindenki eldöntheti. A Beth az tuti, hogy a TikTokkal együtt szeret, meg a TikTokszos barátnőm, TikTokszos bestim. Jó, hagyjuk abba a srácot. Stop! Oh, nagyon cukik vagytok. Igen, meg vagyok bolondulva már, Madaki. Te csak ne nézd így rám. Material girl. Azt hiszem dolgom akadt a Marson. Szia, szájt! Akkor nem is kell kitéhoznunk. Nézd, küldjél, dobozus kököl, küldjél. Kim zavarva hozása. Pontosan. Jól van, mindjárt úgy is rájövök, hogy mit akarok csinálni. Water requires a sink. Na, figyelj! Oh my god, ekkora lesz a végén? Very big. Na. Hol van a pénzem? 400 pénzem van. Értem. Jó. Ó, ilyen nagyon mini ízét tudok először csak csinálni. De hogy nem, dizájnolok én mindjárt tovább csak. Így, 15 pénzünk van. Mi mindenhogy szeretünk. Még szalapok nincsenek rárakva, de már ott áll a kis tálcájá. Jó van, na. Úristen, mi ez? Várjatok, az a baj, hogy... Jó! Ajaj! Nem tudom mi ez, de nagyon fog tetszeni, már most látom. Gitano, a szívem megdobban. Témát megvárom azért. Jól van. De várjatok! Ugly entrance. Hát most egy ugly entrance-em lesz. Szorika. Két csúnya. Úristen, ez szörnyű! Na jó, várjatok, ki kell... Oké, okay, így kell, hogy legyen már, amúgy megbolondulok. Ott a szink. Ez csodálatos. És hogy kell megfordítani? Excuse me! Aha! Oké. Okay. Csodálatos. Tökéletes. Mondjuk rá... Oh! Kiválasztatjuk, hogy milyen legyen a izé. Ja, should be placed on a floor. Ah! Nem.
legyen inkább ez. Szia, Hardi! Wes Anderson kafé. Én a kerékre gondoltam. Jó, van, figyelj. Egy már megvolt, még hogyha izét is kapsz, életem. Vippet akkor is. Na, azt mondja, hogy... Nem, mit csinálsz? Kett. Egy ketem van. Jó. Pillanat, csak meg kell néznem. Staff. Én vagyok az egyetlen staff. Nice. Advertising. Menü. Víz. Ez a kedvencem. A legjobb menü ever. Azért az... Ó, értem. Csokkolom. Na. Á, oké. Persze, a kedvenc az én... Cső. Ez nem tudom, hogy mi. Á, értem. Ó, oké. Jó, hát ezt majd Return to Café, majd aztán megnézzük. Csokkolom! Felveszem a rendelés. Egy pohár víz rendel. Csodálatos. Nagyon híres lesz az én. Ó, oh, chat. Persze, beszélgetek vele. Carla. Szia, Carla. Lalalalalala. Aha. Thanks, Carla. I will. Lehet, hogy ez most meglepetésként fog érni, de... Én egy boszorkány vagyok. Úristen! Senki se gondolta volna. Aha, aha, oké, okay, persze, persze. Ah, ettől az elsítástól meg ez én voltam, bocsánat. Drinks and foods. Oké, okay. Köszönöm szépen. Take order. Csak vizet tudok hozni, bocs. Kucsi, kucsi. Kucsi, mucsi. Aha. Exit design mód. Menü. És ezt mit kell csinálnom? Aha. I guess. Hát a macska van, ott kell lenni a boszorkánynak is. Amen. Aha. Oké, okay, majd meglátjuk. Fele-fele arány. Pénzt kell kérni a csapvizért, az interneten már kevesebb vért is fel. Ja, pontosan. Nagy cső, nem tudom. Hi. Vízzel tudok szolgálni. Tudom, hogy perecet akarsz. De... Vizet kapsz. Sorry. Nem tudom, hogy milyen alapanyagok vannak. Vagy hogy hol kéne. Ah, de a macska az örömet okozott, nem? Úristen! Kihez? Tulajdonképpen egy vizezőt nyittam. Persze. Grimalkin. Ancient Black Cat. Oké. Okay. Hello. Hi. Mhm.
És a vizet is az utcai kútból szereztük, pontosan. Nem, mert tüzét kapok, érte? Copyright strike-ot. De aztán meghallgatom, ígérem. Your handiwork, I'm sure. Aha. Aha. Persze, követem csak úgy. Shrine. Oké. Okay. Ja, most vettem észre. Bocsi, hogyha így ásítgatom. Hogy ez a izé, ezek a... Köszönöm szépen, Roli, a követést, a... Mi ez? Milyen skill tree? Ugye? Ah, nice! Hát 100. Hát egyiket se tudom. Food. Service. Hát nem tudom. Van WC. Legyen inkább a kaja. Return to cafe. Skip to morning. Na várjatok, to town. Pet goods. Jó. Oké. Okay. Jó, persze. Furniture. Coffee machine. Nice. Magic chair. Pub chair. De nem tudok belőle csak egyet venni. Legyen ez. Te csak ne attitűdködjél velem. Na, pretzel recepi. Mennyit vegyek? Jó, 10 elég, coffee beans. Jó. De van coffee machine-om, azt most vettem. Várjátok. Így, azt ide felrakom. Nice! Oké, megvagyunk. Holnapra már lesz izém is. Yeah! Oké, a teták jöhetnek ide. Csokkolom! Ők csak vizet kérnek. Nice. A bossik kérnek perecen. Ja, hát még nem tudok staffot összeszedni. Cecákok! Én is kérek perecet. Én nagyon szeretem a perecet. Win a trust. Nice. Ajaj. Az mit jelent? Share-ra.
too fun to your cafe. Nico. Csak egyet tudsz ezzel? Ó, értem. És akkor majd megint visszajön, gondolom. Tudom magam trénelni. Nice. Cookingba jobb akarok lenni. Stressz. Egy stresszes egy kicsikét ez a macska. Hi. Perecet kell vennem. Vagy perecet kell csinálnom. Sokan. Ó, oh, cicát is tudom trénni. Cookingba. Nem vicces vagy. Oh my god. Hi girl. Inspiring. Anyukája, az anyukája támogatja Patreonon. Milyen cuki. Ó, oh, jönnek az artistok. Nice. Ó, ennek a napnak a végén sorsoljuk site-nak a izé. Szorika. Vicces, mert hihihi, meg iga, meg hehehe. Nagyon. Yay! A regulárok. Ah, nice. Ó, oh, felhívhatom őket a phone booth-ba. Ő tudja, hogy csak vizet kér. Ó, oh, úgy szeretem ezeket a játékokat. Ti játszottatok régelem? Nem tudom, hogy ez így kinek volt meg, vagy sem. Mi annak a neve? Mi volt a neve? A Penguin Café, vagy nem tudom mi volt az izé. Amikor a Penguin igluba volt az étterem, és Penguinnel mentél, és a végén már korcsolyázni is lehetett. Felhívhatod, hogy ma még nem ittad meg az 5000-es vizedet? Igen. Pontosan. Ajaj. Mit kellett ebben feltakarítanom? Oh, vitet, ezt pont tudok adni, abból még van. Teta! Ne, oké. Okay. Vennem kell még lurét. Meg kaját. Oké. Okay. Szia, Dorci! Tegnap Pinap is elgondoltam rajta, hogy játszani kéne vele. Azzal a zép pingvines játékkal. Az amúgy annyira király. Oh. Szia, Idri! Mizu, drágám! Nice. Skip to morning. Hello, Idri, jöttél a Teo hallatár? Igen. Cukini is pizzát sütöttem, van 10 kg cukini. Az igen. Na várjatok, most hogy mondod? Ki kell a site-nak pörgetnünk itt a Fortuna. Where to eat?
Szeretnéd. VIP. Teo. Éné. Még egyet berakunk. És akkor... Bon. A veszélyzóna. Right in the danger zone. Jó, legyen az is van. Na, kitöröltem majdnem az összes teót. Jó volt veletek, csak. Hirtelen azt hittem, hogy a Good Game Café-re gondolsz, az is ilyen felfászat. Dehogy örökre. Egy... 20 percre. Ajajajajaj, és Teo! Hol van? Yay! Mert is a site-ra. Úgy is van, Idri, milyen készséggel. Milyen készséggel? Ezt nem lehet elmenteni? Advanced. Ja, nem kell. Ezt majd meghallgatjuk. De csak 10 percet. Igen, amúgy ez milyen kis kedves. Én negyed órát mondtam volna, de... Szia, Gabci! Na! Várjatok, el kell mennem a városba. Vennem kell Stray Lurét, és... ez Return to Map Furniture. Basic Table. Igen. Herbal Tea Recipe. Jobból veszek. Jó, aztán majd az espresszót meg. Shrine. Ó, az oké. Van egy teca kávézónk. Pillanat. Inventory. Én teszem. Sőt... Aj, ne vicceljetek. Csiang, akkor most már kettő... Várjatok. Kettő egész dél. Na, hogy itt az emberek azt higgyék, hogy... csórók vagyunk, bár elég szörnyen néz ki ez a... ez a... a rag, de jól van, inkább rakjuk. Letudtad ma a szóbelit? Nice! Ó, oh, szegényem. Az egyetlen, az első artista, aki bejött, azt így elizéltem. Funk, I'm sorry! Na csücs, mi a helyzet? Valahogy sejtettem, hogy perecet kérsz. Jól van, helyes. Hihi! Na itt jön a másik lányka. Az artistok. Hi! Kávé. Stréket. Őt zsimogassuk. Jövök a vizeddel. Ezek a kedvenceim. Danci. Itt az öreg bátyja. Na cső. Hey, Bóner. Bóner bátyja.
Fisher folk. Oh, nice. Okay, okay, okay. Nice. Ők mit isznak? Fekete teát, jó. Ó, igen, egy bónár sose rossz, ugye? Na, várjatok, és akkor itt felhívhatom? Ó, nem. Még nem működik, úgy tűnik. Nem fizették be a számlát. Ó! Oh. Itt a halász ember. Mi ez? Ja, ez egy lantern, de jó. Ó, oh, láttátok amúgy, hogy ingyenes lesz a izé? Vagy hogy ingyenes mától a Fall Guys. Kulcsi kulcsi. Vagy jól értettem? Jól olvastam? Ja, minden platformra. És most már azt hiszem, hogy úgy van, hogy Epic-en lehet egyébként beszerezni, Steam-en nem tudod megvenni. De van már izére is így, Switch-re, meg mindenhova. És ingyenes. Ami szerintem egész nice. Na, cetek! Hol a haverom? Megint izé. Zia, mio. Még vennem kell még lurét. Sok szívecskét adjál! Ez az! Whee! Select new project. Nice. Staff hiring. Na, oké, nem skippelünk, hanem... Ja, várjatok, de... És holnap vásárolunk. C a rankunk. Amúgy az annyira nem rossz, szerintem. Jó. Coffee machine, de már van egy coffee machine-unk. Publisher. Aha. Ó, majd meglátjuk. Yes, ez az. Mit kéne még vennünk szerintetek? Jó, szerintem most még semmit akkor. Na. Mi van a dekorációsomba? Ja, oké. Okay. Ide kell izelnem a... Kell még cica a cica kávézóba, mert nincs elég cicánk. Ah, viszket az orrom. Kucsi, kucsi! Ez az! Ó, ne, most ki kell választanom, hogy melyiket akarom. Legyen a fun. Yay! Na, az ő neve Lajos lesz. Lajos! Nice! Kis bébik. Na, ő meg egy bizniszmen. Siri, please note that in the kind of cool stuff I said, but don't quite understand this. Okay. Oh, ő az, aki így legszívesebben megütnél egyébként.
Business person. Na mindegy, adjál nekem pénzt. Kösz. Mateo, Siri, igen. Oké. Okay. Kávé babot kell vennem még. Kettóz. Lajos vagy Sándor? Ja, punkok is lesznek majd. Oké, majd jöhet kell nézni, aki még a többiekkel is jóba van. Jó. Úgy néz ki, mint a... Hogy hívják a... Beast Boy? Az éba. Teen Titans-ba. Te ja. Jó a zene, ugye? Kedzsem. Kedzsemet kell beírni, srácok, hát izé. Hát cecák vannak. Azaz. Úristen, annyira szeretem ezeket a játékokat. Ne kérdezzétek. Ne kérdezzétek miért és hogy. De ezek annyira, annyira kis satisfying. Játékok. Aha. Kéne a vicseknek is. Egy ceca. Na most úgyis több business person fog jönni. Az ő neve Gerzson lesz. Nice! Clean P. De hogy ő miért nem jött be? Azért. Gyere vissza! Noise. Skip to morning. Már B a rankunk, srácok. Az már mondjuk egész jó. Pedgut. Azaz. Úgy. Furniture. Nice table, de az drága. Basic table. Jó. Vettem most egy csomó mindent. Coffee bean kell biztos, mert hogy az elég sok azért. Italian espresso. De még egyikre sincs szükségük, akkor inkább azt hagyjuk majd, hogyha valamelyikre igényük lesz, és nincs, akkor várjatok, dekorálnom kell. Hol van a... Honnan tudok materiálokat szerezni? I'm a material girl! Ó, ráraktam a macskára. Semmi baj. Így. Így. Ez amúgy nagyon tetszik, ez a 8 millió féle fajta. Azért szék. Nem baj, jó lesz. Amúgy ezt így ide rakhatom igazából. Jó. Kell szereznem. Hogy kell?
Nem a menü. Ez, Granny's Notebook. Ez az, Peti, nyomod. Pug. A pugoktól kapok majd, oké. Okay. Rezumé. Jaj. Hi. Köszönöm, Idri, hogy csak 10 perc tévót adtál. Mi lenne a csettel nélküled? Pontosan. Bocsánat, én közben itt a feeling meddig azt érzem, hogy éhes vagyok. Szóval itt enni fogok. Kell még ceca. Itt az első pánkunk! Hely! Új kölyök. Oké. Okay. We are pretty cool. A pánkoktól fogom kapni. Húzzétek, amúgy tök szép. Paradicsomos, csicseri borsó. Krumpli pürével. Nagyon fincsi. Nem tudom miért, nekem valahogy az ilyen paradicsomos kaják, ahol ilyen szószos, ezért van, az krumpli pürével annyira 10 per 10. Istenem, na jó van, figyeljetek oda magatokra most már, mondjuk gazé. Szépek vagytok, mondhatom. Yay! Bossziknak kell. Nem is csinálunk semmit, nem hát. Ó, igen, adjátok a pénzeteket! Na, szép! Hú, ma még meg lesz az a skill. Skill tree. Ez a kedvencem. Ezek a vagabondok, akiknek igazából csak vízre van szükségünk. Select new project. Kellenek cicák még. Azt kell, hogy mondjam. Kellenek még cicák. Azért fogunk dolgozni. Illetve, igen, staff. Még nem, valakit fel kell vennünk. Cicák, Sándor! Nice. Advertising. És ezt hogy tudom upgrade-elgetni? Oké. Okay. Hagyimat meg azóta se láttam.
Hát, nézd jobban. Ó, ezt fel kell takarítanom. Na. Na, looking for job, Zoe. Tetszik a neve, meg a szívecske. Szia, Teflon! Mizu vagy vagy? Jövő, drágám. Az a helyzet, hogy a cooking service. Zoe. Zac Efron. Hipster. Na jó, Zoe a kedvencem. Zoe-t felvettük. Ja, hogy ez hipster a Nice Table. Minden király csillelés van. Szia, Walter! Mizu! Basic cutting boardot akarunk. Akarunk basic cutting boardot. Furniture, market. Tea leaf-ből megveszek. Ham sandwich. Legyen. Yay! És Zoe-t tréneljük. Úgy. Nice. Még meló. Ah, látod, én is dolgozom. De valahogy nekem ez a meló, úgy érzem. Ham sandwich requires fridge. Oh no! Ezt nem tudtam. Basic fridge. Oké. Akkor remélem, hogy... Ó, oh, végül is kiszolgálja. Ó, oh, Wintrust, ez az. Valaki hív minket. Halló! Majd vennünk kell neked, ezért. Ring a regulár. Kit hívjunk fel? Finley-t. Kellenek a dzsuvölök, mert kell vennem egy hűtőszekrényt, hogyha izét akarok, ham sandwichet akarok csinálni.
Oh, Cita. Nice. Új projekt. Ez mit jelent? Ez az odd port shared limit slots. És ami szörnyű, elfogyott az energiaital és kávé sincs itthon. Srácok, ma vettem energiaitalt a Betinek. Monstert. 480 forintot fizettem érte. Mondom elnézést. Szörnyű. Tisztára ki vagyok ezen. Ja, én zsugorjával szoktam menni. Igen, igen, igen. Meg most azt mondják egyébként, hogy még jobban megfogják emelni ezeket. Háborús vészhelyzet van. Minden drága. Ja, rossz, amit a hatóság járás falrád. De az összes cukrosüdítőt az összes cukrosüdítőnek fel fogják emelni az árát. Én amúgy nem tudom, hogy mi lesz itt őszintén, srácok. Szia, Dina! 8.625.000 éve. Szia, drágám! Mármint, hogy én nem voltam nagyon Discordon. Ez most nem a... Nem téged sémát. Menj, hol voltál? Mizu, hogy vagy? Bocsánat, én itt közben megeszem az ebéd maradékon. De legalább van rezsicsökkentés a sok birkányakányám. Italian espresso-t kell bennünk, várjatok. Ezt ide kell raknom valahova. Uha, kellene egy kicsikét, majd kezdünk itt ízések lenni. Meg legalább emelik a nyugdíja, persze. Hogyne. Extra adót is rávennek. De a lényeg, hogy a vityának megemelték a fizetését. Hát megérdemelte, nem? Jó ember. Jó vagyok, köszönöm, végeztem a vizsgával, meg a melóban is egy meetinggel, szóval gondoltam, beköszönök. Nice! Amerika nyugdíja, de az infláció így is magasabb. Ne is mondd. Béla. Életemben nem lesz annyi pénzem, nem hogy egy hónapra. Ugye? Nice. Teta. Meta. Sajnálom, venni fogok másikat. Meg kell vennem a espresszót. Not down. Furniturá. Vennem kell egy fridgét, meg az Italian espresso recepttel. Nem tudok kávét főzni. Fonkers. Ajjaj.
majd az itókás is izé... kell. Na majd ügyesen. Így. Zoe. Hát inkább saját magamon kéne. Pick a trait. Nice. Szia, Attila! Kávé is love, kávé is life. Én amúgy tényleg nagyon le vagyok szokva mostanában a kávéról. De amúgy nem is baj. De hogyha lenne itthon jegem, meg ilyen kis shakerem, akkor tudja, hogy folyamatosan jeges kávét csinálgatnék magamnak. Amúgy úristen cicás játék, ugye? Annyira jó. Nagyon jó. Oh, you don't have any lures. Én nem tudok iszni. Semmit sem tudok venni. Jöjjenek azok a bosszik, mert nem tudok üzét venni. Merjetek. Fabric most nem kell, gold jöhet. Inkább így. Így. Én a streamt várom nagyon, PS-re azt rommá fogom játszani. Nekem jeges kávé a rossz tapasztalataim vannak. Hát sajnálom. Én nagyon szeretem a jeges kávé. Túlságosan is mondhatjuk. Igen, igen, tudom, nem tudok venni ízét, kávét. Amúgy mi Sixbothoz kaphatunk majd jogot, DC-n ott is kellene pár tévót, azt persze. Ha értenék hozzá, hogy hogy kell megcsinálni, akkor igen. You can call a regular. Jaj, várjatok. Úristen, tudok, minden történik. Nice. Select new project. Ez itt kell a latte. Kit hívjunk? Karlát. Most úgyis a bossik kellenek. Béla. Jajajaj. Who are you gonna call? Those bastards! Nice! Ó, a regulárokat én szolgálom ki. Nice. Úgy van, adjátok a pénzeteket. Venni kell kenyeret is.
Ja, ez volt a... Oké. Hú, vennem kell izét. Tudtok ajánlani amúgy nem olyan nagyon drága, de jó fülest. Nem fejhallgatót, hanem fülest. Mert most akarok venni, mert ez is, meg a másik is szétnyomja a fülemet, mármint hogy így, ahogy így rajta van. Meg van ugye Bluetooth, majd veszek egy jobb... Hát nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, mennyibe kerülnek most. Ezek az ilyen egyszerű fehér, amit kapsz a bármelyik telefonhoz, az például... Csak már ugye nem mindegyik jackes. Nekem amúgy... Ja, igazából az is jó. Azára a kb. 4K-ért rendeltem Bluetooth fülhallgatót. Ja, de Bluetooth fülesem van, csak a izém nem jó hozzá, az adapterem. Ez még nincs. Litterbox. Kettőszáznégy. Hipsteri bookshelf, basic table, nagyon basic, market, oh nice, ham, bread, coffee beans, herbs, nice. Óvel, szerintem madzagos is van jó áron, nagy sajn, de saját tapasztalatból nem tudok ajánlni. Hát jó. Ja, amúgy nem tudom, egy ilyen 5000 forint. Igen, Bluetooth vevőt veszek mindenképpen, de akarok venni. Vezetékeset is, de mondjuk ilyen 5000 forintnál nem szeretnék többet költeni rá. Arra gondoltam, hogy bemegyek a médiába, aztán nézek egyen. Jó. Nem tudom, hogy a lettesz kell, de nem, ahogy látom. Nekem egy 100 éves Sony vezetékes fülesem van, még szerencsére mindig jó. Ja. Looking for job. Nem kelletek még. Na, mehetünk. Jaj, várjatok. Szerintetek inkább rakjuk még vissza. Ó, oh, tudunk. Hú, ez az. Most már szélesítettünk egy picikén. Nice. Okay. Egész okésen néz ki, nem? Ez olyan hidegnek tűnik nekem az egész, inkább maradjon ez. Ez olyan családies. Uh-huh. Jó. Így.
helyek is vannak. Na, megvan a zsákmány? Sikerült? Leszaladtál a boltba, vagy? Ó, ez az. Gyere! Gyere, János! Úgy is van. Ja, vettem izét? Vettem, jó. Jaj, hoztam bárdalomat, amíg berendelem a tuzit. Á, nice. Milyen energiaitalt iszol? Hú, amúgy most láttam karamellás energiaitalt. A srácok, annyira jó. Pick a trait. Hipster. Jó, legyen hipster. Mit mondtam? Ja, karamellás kávé. Ilyen a Nespresso-sba. Hetetebb effekt. Á! Tudok venni lattét. Visit shops. Nem, karamellás kávé, nem energiaital. Lol. Cold brew. Egy jó cold brew. Ó, oh, latte requires milk. Jó, nem baj. Foodball. Mondom, kávés energiaital weird. Szia, Venom. Most meg akciós volt, Red Bull 350 volt, darabja sose láttam ilyen olcsón. Igen, amúgy az egész jó. Cool. Áfonyás Red Bull, olyat még nem is ittam. Sima Red Bull és naturmőzni, nem. Na jó, persze. Hülye. Oh, hey. Red Bull-lal eszed a műzlidet, Jézusom. Stop. Oh, pretty. A Sándor, legyen Sándora, legyen Sándor. Sándor gyönyörű. Úristen, de hát én biztos nem ennék energiát. Reggelire. Inkább az a bajom. Adj hozzá egy kis narancsolat is, úgy hallottam jót, menj. Ah, milyen jót fosnék utána, tehát... De szép macska vagy, Sanyi, ugye? Na. Ez az! Gyere, János, gyere! Örökbe fogadlak, te. Ezra. Ezra, az amúgy szép név. Jó. Pet Emporium. Aha. Oké. Ez az Frenchimp. Up! Thank you.
Gyere, János, gyere! A Disco Klubban szól, mert... Feloldoltad a Red Headet, még jó, hogy nem plusz 18-as helye vagy. Jó, mondjuk nekem a bokámon egy darab Red Bull logó van felvarva, hát akkor már mindent értem. Jó, köszönjük szépen! Na. Ez az, mit kérnek? Herbati Simple Salad. Oké, okay, a salátákat is kell majd. Ja, így kapni fogok ilyen izéket a... Na, mit szóltok ahhoz, hogyha hátra is építenék egyet? Jézusom, pont nullára jöttem ki, ez csodálatos, ezt így akartuk. Nice. És akkor egy kicsit hátrébb is tehetem ezeket. Ez szörnyű, ezt el akarom adni. Felcsesz. Na. Röhögsz, de kaptam szeretett csomagot tőlük, mikor beküldtem, mit varadtam. Nice! Na. Mit csináljunk? Itt még nem kell, ebből még nem kell semmi. Cat relaxation. Na nézzük. Miért ilyen fontos ez a shrine? A halott madarakat, azokat nagyon szeretném az ajtómba. Jól hangzik, kösz. Kösz, macska. Ja, amúgy láttam ezt az áfonyás kókuszos Red Bullt, most itt eszembe, mert csináltak belőle valami egész király koktélt, itt a nyugiba láttam múltkor. Na. Úristen, mennyi minden hipster cucc van most itt. Jó, be kell hívnom az artistokat, mint állat. Bathroom floor, concrete floor, cozy stone wall, fresh vines. Ezt tetszik. Basic chair, basic table. Oké. Okay. A fabrikás izéket is. Cash register. Welcome. Market. Bread. Biztos, hogy kell. Hörbz. Jaj, a saláta receptet meg kell vennem. Nincs elég pénz, de most salátára. Na jó. Nem baj. Na ez. Oh, nice! Ez nagyon szép. Mi? Most már 22 pénzbe kerül. Ezeknek az izé. Na nice.
De én beküldeném mindegyik Red Bull iradána, hát kapnék még. Azaz, Dina, 200 IQ. Anyugi, jövő péntekán megyek haza Szegedre, lehet le is nézek. Ó, na, nice, hajrá! Szia, Martin! Én már nagyon régen, múltkor voltunk nyugiba, és azt néztem, hogy olyan öregek voltunk, sajnos. Azt kell, hogy mondjam. Kiknek kell? Nem, mondjuk őket nem. Így. Cirka 8 éve nem rakok otthon, és fél évente, ha hazajárok, akkor lehet én is úgy fogom érezni magam. Hú, nagyon-nagyon öregnek éreztem magam. Nagyon vittes volt. Lementünk Petivel, és én mondom. Nice! Mm. Kit hívjunk? A pánkos csával. Hiszem, hogy jól nézünk ki, szerintem. Nem működnek valamiért a Pixel Plus-os izé. Bocs, srácok. Girl a Gunked. Root beer és cold brew kafé. Oké. Okay. Oda teszem az élethű babáját. Ne haragudj, nincs még bír. Adok helyette egy szendvicset. Sör egyelő folyékony kenyér végül is. De annyira tetszett, hogy amúgy a pánkok eleinte ezért gyógynövényes, tehát ittak csak. Cecákok. Na, Jánosom! Gucsi-gucsi-gu. Megjavítottam a coffee machine. Nice! Na, mit tudok? Várjátok, skip to morning.
to town. Jó, ilyen cetárt cuccot kell, mégis. Nem akarunk még venni. Hipster counter. Big sink. Veszek egy big sinket. Mert miért nem? Na, a market meg. Nem fogom tudni megvenni ezt a kettőt. Ennyi. Cold brew-t tudok csak adni nekik. Nincs letuszom. Az sincs. Az a tudod számolni, hány hipster volt aznap a boltban? Igen. Na dekoráljunk, várjatok. Ezt eladjuk. Szűve berakjuk. Nice, az jól néz ki. Pénzek! Kik jönnek? Punkok? Jól van, nem árt, hogyha jönnek. Na. Mondjuk azt, hogy egyre híresebbek vagyunk. Látjátok? Big sink broke down. Kösz. Kösz, kösz. A bossa... Kucsi, kucsi. Kell vennünk, a hipster részék azok már egy picit jobbak. Cuccok. Kit hívjunk? Ha. Hívjuk fel a Bonert. A bizniszmen lesz az utolsó, én azt nem bírom. Idegesítő. Zoé, nyomod? Ja, kiválasztatod, hogy... értem. Szia, Martin! Köszönöm szépen! Na, várjatok! Nincs root beer-ünk, sorry, haver! Azt nekem kell... Azt nekem kell kézzelnem. Az egyik macska összefugyozta magát. Én nem tudom, miért nem mennek ki, de hát jól van. Emotional damage! Köszönöm szépen. Pontosan, pontosan így érzem magam.
Milyen jól lepisílte azt, hogy nem. Sorry, haver. Hát csak lesz belőlünk valami, nem? Le tudsz-e? Na nézzük, melyik legyen. Hipster. Hipsteri coffee machine. Ered van. Ezt eladom. Bedobom oda. És az inventory-ba így. És most már a bizniszmeneket is hívnom kell, úgyhogy már mindenkit kell, hogy legyen. Furnitúra. Basic chair. Reach the chair limit. Nem tudok több izét berakni. Á, hogy ezért kell majd. Értem, jó, oké. Akkor még azt meg kell csinálnunk. Több szék lehessen. Jó. Skip to morning. Hát mi történt? Nem volt egy plant se. Oké, azt is meg kell majd csinálnunk. Titák mindenhol. Értem. Ezt a cat relaxation csak megcsináljuk, aztán... És tudom, gondolkozom, hogy vajon kell-e nekem most a punkok, de lehet, hogy nem. Na, a bo... Jaj, ne! Ah, nem baj. Ezt a csajt úgyis... Úgyis a kedvencem! Sorry, helyette van más. Ez az, tudom trénálni itt a valamelyik macskát. Mi legyen gamer? Business fog, azaz. Én vizem ki neki! Ő a regulár. El akarta lopni a izémet. A törzs vendégemet. Stuff. Hát saját magamat trénelem. Mi legyen? Serving plusz egy, az azért kell. Amúgy én erre a helyre tuti nem járnék, tehát hogy... Lehet, hogy szép. Szarember vagyok, de... Have you met Mateo? We are friends.
Hát, sajnálom, hogy a Mateóval kell, hogy barátok legyetek. Azt kell, hogy mondjam. Na, új projekt. Vagy ez csak 100. Oké. Meg majd ezt kell aztán. Sorry, Kajten, ki kell találni. Ki kell találgatni a dolgokat. Nem tudom, hogy meddig van nyitva. Ezért egész jó. Ja. Kell izé. Tita Pisilde, nem tudom mi a neve. Nincs egy plant se, de hát... Azt hol tudom feloldani? Ó, oh, ja, hogy itt vannak. Alom, Cica Pisilde, igen. Szia, Roberto. Aha. Oké, arra gyűjtünk, és az még hipster is ráadásul, szóval... Jó. Tehát ez lesz az első, amit megveszünk. Jöjjenek a bizniszmanok. Húha. Most a székre annyira nincs szükség. Vagy várjátok? Ó, oh, akkor... Így. Ugye? Az a neve a játéknak, hogy Cat Café Manager. És egy ilyen cicás kávézót üzemeltetek most a... anyukám régi szülővárosában. Ez amúgy felcsesz, hogy ebből csak egy van, szóval inkább eladom. Persze, miután felvettem a rendelését, azután mész oda. Szépek vagyunk. Köszi szépen! Na, kit hívjunk át? A Bonert! Ezt rakjam egyel fej... Jaj, nem. Most ülnek. Nem szabad alóluk kivenni, mert akkor elmennek. Erre ugye rájöttünk már, amikor az első Artist Choice alól kivettük azért. Nice! Szerintetek melyik legyen? Ó, Streak Lure, azaz.
Bella. Plusz egy bitches, bitches. És egyébként, hogyha ő nem jó egyébként a bossikkal, akkor kap egy plusz egyet, tehát hogy így... Szét megy vagy. Na, friendship up. Annyira nem érdekel. Köszönöm. Kaptam egy app... Jó. Oké, van, van mindkettő. Nice. Hova rakjuk? Oda rakjuk. Már ők is esznek peretet, nem csak azé. A boszorkánykák. Megkapta a lattéját. Ó, oh, megnyugodtam. Ó, pénzek. Ez az, give me pénzek. Viszont lehet, hogy Fisherman most nem kell, most már. Hanem akkor várom a bizniszmeneket, meg a... többieket. János Diva. Plusz 3 artist. Plusz 1. Jaj, várjátok. János, ki kell jó? Á, megkapja a bizniszfolkosokkal. Nice! Oké. Okay. Akkor amúgy jó. Na, már A rankunk van. Na, várjatok. Miért nem tudom még... Oh, jöjjenek már a bizniszmenek. Sadgá. Coffee beans. Így. Várjatok, és akkor ki tudok rakni még ide, meg ide. Nice! Gyertek! Vagy szerintetek a shrine-nál mit kellett volna? Nem, utána jön majd ez. Még egy staffot kizárnám. De én azt mondom... Ó! Oh.
Merre bővüljünk erre? Mennyire vagyunk most? 5? Aha. Nice. Sorry, ka, ezt most elrontottam. Tudom. Jó. Ezeket elüzeltem. Elküldtem. Mi baj volt neki, hogy nem tud menni? Ezt nem értem amúgy. Kicsit ilyen izdét Teams feelingem van, hogy nem tud oda menni, de hát nincs elblokkolva egyik izése. Hipstery machine broke down. Na szép. Na, fel kell hívni azt a Mateót, vele nincs még kettes szintőzém, aztán azért nem jönnek a bizniszmenek, én azt mondom. Na. És miért nem tud oda menni elvileg? Neked mi bajod van? Zoe, az Isten áldjon meg. Azt mondja, most nem tudok menni. Te kifáradtál? Én ezt nem értem. Nem érdekelsz, Mateo. Köszi. Vagabond, level up! Nice. Jó, veggie szendvicsem nincs még, ha jól látom. Na. Dare to dream. Szépi szuper! Minden szupi szuper! Na nézzük, mi a helyzet. Yay! Floral litter box. Végre! Oda tesszük. Market. Ezt meg kell vennem. Coffee beans. Mindenem van hozzá, ugye? Jól látom. Yep. Na, furniture. Ja, jó, oké. Okay.
Bocsi, meg akartam köszönni egy sziára, csak jött a mentő. Azt mondja, hogy várjatok, mit kell csinálnom? Nagyra mazuri van valahol, hát igen. Kint amúgy eléggé fúj most a szél. Na, kiket akarunk behozni? Nice, B-rank. Oké. Okay. Most már oda tudnak menni pisilni. Remélhetőleg nem kell összetakarítanom a... Pont ezt akartam amúgy arrébb tenni, de hát jól van. Van Zoe, végül is nem kell a vizet kivinnen. Zoe, légy szíves, csináld meg a dolgokat, please! Hú, hát ezt a Switch reklámot aztán megszinkronizálták. Kapszatok reklámot? Nice. Jól van, Zoe, véletlenül se csinálj semmit. Végül is az, ami nehezebb, amiben ügyesebb vagy, az... No problémo. Persze, vidd ki neki. Nem vagyok ideges! Új projekt! Még egy staffot vegyek fel, vagy még legyen hely? Legyen még hely. Jó, cecák, level 3, level 4. Nekem kéne a főzésben skill, mert kicsit bénáska vagyok még. Az a helyzet, jó. Ja, amúgy tényleg többen jönnek. Több szék, egyelő több ember. Úgy tűnik. Jó, pénzek vannak, ezek is jól van. A három csillag kell már hozzá. Clean pee. De hát itt van literálisan. Ne idegesítsetek. Ja, hogy két cicát... Két cica pisil oda, a többi az mindenhova máshova. Na nice. Na szépek vagyunk, mondhatom. Na várjatok.
Yeah? Okay. Nice. Így. Így elvileg lesz helye mindenkinek mindenhova elmenni. Aztán majd meglátjuk. Erre még nyitnék egy falat, ha kellenének a bankok. Skip to morning. Térank. Na jó. Jó. Húrni ture. Na, azaz. Az kell nekem. Meg majd a hipster cuccok. Jó. Rosszám. Azt tudok még tenni egy széket. Azt tudok tenni egy plantet. Hipster's Paradise. Nice. Így. Szia, Dávid! Minden király, köszönöm szépen! Látod, egy macska kávézón van. Na, kit hívjunk? Hú, legyen a... Oké. És ilyen dolgokat csinálunk. Ja, bocsánat, nagyon igyekszem, nagyon koncentrálom magam a dolgokhoz. Oké, igazából azt mondták, hogy az update óta nem crash-el be a játék, de I guess igen. I don't know. Kíváncsi vagyok, mennyi progresszt veszítettem el. Ups, az anya. Majd meglátjuk. Nem már. Nagyon régóta nem voltam most. Se DST-ben, se Minecraftban. Tudom. Nem szép tőlem, hogy a régi kontentjeimet így hanyagolom. Régebbi
reguláris kontentjeimet így hanyagolom, de hát... Na milyen? Na, megjöttem. Na, erre kíváncsi vagyok. Na. Eddig ez nem volt itt. Jó. Ja, de most még tele van a üzdém. Tele van a ceca számlálom. Annól elkezdtük a verök a DST-zni, de hamar elhalt. Sajnálom, jó kis gémnek tűnik, de egyedül picit elvész benne az ember, nem tiszta a cél. Ja, én szeretem egyedül is játszani. Nice. Ez nagyon jól hangzik. Ez nagyon jól hangzik. Most látom, hogy amúgy tök szar helyen van a... Miért nem szólt a... Kamerám. Nem öntöttem tele a poharat vízzel. Kim nagyon rossz helyen van a kamerán. Köszi, köszi. Köszi, köszi. Na, várjatok. Nincs jó helyem. Úgyse játékot nézzük, csak téged. Na, sziasztok! Na, szia, táltos! Köszönöm szépen. Ilyen szépet régen mondtak nekem. Na. Zoya, nem azért fizetlek. Hogy ne csináljál semmit. Teljesen én csinálok mindent. Néha felveszel valamint. Néha megcsinálod azt, amihez éppen kedved van. Csak főzésre foglak. Üzé. Komolyan mondom. Megbalondulok. Nem, felveszek valakit, aki főzni is tud. Hát.
Na, nice. Skip to the morning. B-rankon van. To the town! Azt mondja, hi. Most mi bajod van? Ez Lil Litter Box. Mit akarunk még venni? Az a kérdés. Ezeket a hipstereseket lenne jó amúgy itt összeszedegetni. Jó, most szerintem izékből jók vagyunk. Bicsekből. Így. Amúgy összeraktam egy Stardew Valley plusz DST dedikált szervet, ahol oda lehet visszaugrálni a Stardew Valley és a hagyományos DNT DST Stardew Valley. Mi? Shipwrecked! Kinga, Shipwrecked! Shipwrecked. Igen, igen, igen. Nem, hirtelen, igen. Az Island Adventures modnak köszönhetően. Na, nice, ez jól hangzik. Na, Mateo, legyünk jobbak. Jobbak, jobban jóba. Szegénynek a hairline-ja kicsit zöldes. Jaj, tudom, mit akartam. Zoé. Te csak cookingoljál, légy szíves. Mit kell beszélnem? Ó, oh, ja, hogy csak beszélnem kell vele. Ó. Oh. Nice. Ó, oh, oké. Okay. Szerintetek mit kéne upgrade-elni? Szerintem... Még egy staffot szeretnék. És ez Star Wars, köszönöm szépen. Mateo and Mateo. Csodálatos vagy, Mateo. Miért kell a fishermenekkel ennyit beszélgetni? Húha, nagyon fel kell szednem a szkijaimen. Az a helyzet. Nagyon upgrade-elgetnem kéne magam. Szegénynek nagyon szia, Marker! Köszöntem már? Vagy most jöttél, Mizu? Húha, mindannyian olyan izét. Zoé, csináljál már valamit, légy szíves. Mi az, hogy nem férsz oda? Ne idegálj már, légy szíves. Ki idegel az a lány? Komolyan mondom. Fáradt vagy. Ó. Mi jót csináltál ma? Hú, srácok, ez egy nehéz nap volt.
Lajos pankoknak dörgöld a seggen. Én pedig saját magamon upgrade-elgetek, mert ez szörnyű. Úgy. Dolgoztál ma meg tegnap is? Te hiszem akkor. Na. Azt mondjam. Mit is kéne? Hipster. Hipster. Sink vagy hipster cutting board. Legyen hipster sink. Ja, és amúgy a majom Bonki egy ugyanolyan játszatú karakter lesz, mint bármelyik másik, szóval lejöheted onnantól a DST életed majomként. Oh, nice! Na, cooking, looking for a job. Várjatok, nekem a hipsteres kell. Keris. Jó, majd Keriszt felvesszük. Igen, eladjuk pénzekért. Így, enni. Ja, és tudunk izé build-elni. Jó, nice. Így, né. Így szimmetrikus. Nagyon, nagyon boldog vagyok. Majd kell még egy litter box. Szerintem most fishermenek nem kellenek. Ez... Inkább behívom a ezéket. Ó! Oh. Social. De hát beszéltem vele. Na, mindegy. Várjátok, meg kell néznem, melyik a service skill-em. De hát ezt nem upgrade-eltem az előbb 6-osra? I don't understand. Vagy csak átcsapott a játék. Coffee beans. Várjatok. Vennem kell coffee beans-t. Miért nem tudsz megint oda menni, azt mondd meg. Nem vagyok ideges, de ideges vagyok ettől. Hátrébb kéne raknom, mert nem fér oda el a csaj, vagy... Vagy csak hisztizi. Ja, nem mindenkinek ugyanannyiba kerül a piáját kiszolgálnom. Értem. Ezeknek a bizniszmeneknek például 4, vagy 6 kell. 6-os skill. De valakinek csak, nem tudom. Egyre bonyolultabbak ezek a
Zenebarag. Miért nem férsz oda? Azt mondd meg nekem, Zoe, mert vagy ilyen csicska. Én ezt nem értem. Na, várjatok. A hátrébb rakom az egészen. Tegnap rengeteg műanyag elemet pakoltam és szekrények állított dolgokat vittem át egyik pontból a másikból. Két hely nem volt közel egymáshoz, ma már kiderült, hogy a tegnapi munka fölösleges volt, mert a szekrényeket bontottam rengeteg ideig, újra műanyag elemeket rendeztem ezúttal a ládákban. Bónuszba habat hordtam, hogy 2 óra alvással csináltam ezt végig, és ez 2:30-ig tartott, szóval ja, kicsit hulla vagyok. De akkor pihenjél, Markel! Mindenképpen pihenjél! Ne hajtsd túl magad! Na, most már odaférsz, Zoe, az Isten áldjon meg! Ó, mindjárt iszol. Utána a kajákat kell, Gerzsi. Most már hogy 7-es a skill-em? Én ezt nem értem. Na, várjatok, vennem kell coffee beans-t, mert hogy abból sosincs elég. Hát most már nem fog átjönni egy regulársá, ahogy érzem. Ja, mert hogy délután 6 lett. Ó, igen, tényleg, délután 6 után mindig duplázódnak a cuccok. Oké, na figyelj, bennem kell még egy liter boxon. A macskánk ne pisíjenek össze-vissza. Nice. Utána vissza kell raknom ezt. És... várunk még valamire? Ja, a hipster cuccokat akarom összeszedni. Hú, amúgy ez a cash register se rossz. Cool cat painting. Felvehetek még valakit? Felváltak még valakit? Nice. Nice. Pillanat, stuff. Jó, és Zoe-nak mi a izéje? Oh, oké, okay, nice. Akkor te fogsz... te pedig... Ja. Megvagyunk, amúgy eléggé... A-tír vagyunk. A szekrények munkaideje alatt egy pillanatra megálltam, és fullkomoly arccal mondtam, hogy pihenek. Az ember meg aggódott, értem, hogy előadtam magam. Megnyújtottam, és néhány másodpercre elfolytottam a melón. Valami, vigyázz magadra azért mindenképpen.
Na, melyik regulárt hívjam? Punkot. Nem álltam sokat úgy, szóval nagyon mozgalmas napom volt. Hát pont úgy is hangzik. És hívjuk be... Karlánt. Nice. Hát így azért egyszerűbb, hogy már többen vagyunk. Fisherman-eket is várjuk már. Hi. Friendship up! Őszinte nagyon nem érdekel a sztori. Van egy ilyen izém most, hogy... Italian sub sandwich, itt ilyen nincs még, majd az a következővel fog jönni. Jó. Ezek ilyen dolgokat ide kell raknom, hogy jobban érezzék magukat. Munka volt, meg kellett csináljam az állapotot. Hát igen, tudom, ezt tudom, hogy ez... Igaz, igaz, igaz. Jaj, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, srácok. Nem tudom, mennyire tetszik nektek amúgy ez az egész, de ahogy látom, most így elég sokan vagyunk. Ez ilyen... Nektek is pont ugyanannyira chilles, mint nekem egyébként, hogy így nézitek, ahogy csinálom a dolgokat. Na, én szörülök neki. Mert amúgy tökre élem. Így tökre beleélem magam. Beleélem magam. Koncentrálok rá, és így... Nézem. Hát, ja. Cooking. Igen. Dobjuk rá a cookingot Carriers-re. Itt is felhozzuk. Szintre, és akkor én meg tudok majd mondjuk a fixingre koncentrálni. A többi azért macskászra. Jó, a bizniszesünknek... Jó. Nézem, és elaludtam. Nice. Aha, közben horkolgatok. Hát a Jafi horkolgat közben. Erre pedig horgolgat. Nekem adja. Csak nyugodtan. Én is amúgy valószínűleg elaludnék rajta, mert mint hogy így nem... Azért... Nem azért, mert unalmas, hanem pont azért, mert annyira chilles és így megnyugtató. Szerintetek szétmenjünk? Fuck! Pont nem elég.
Figyeljetek, akkor csinálunk egy ilyet. Úúúúú, menő, jenő. Hány székünk van? Chairs. Lehet, hogy venni kéne még széken. Tudok venni hipster cutting boardot. Ilyen nem már van. A cutting board a következő. Nice. Ezt eladjuk, ezt ide berakjuk. Inni. Nice! Jó, ezek a hipster tudszok már jobban nézni. Majd az esti fortika. Ja, igen. Amúgy este lehet, hogy lesz még stream. Mert Virslivel, Mumtrix-szel és Jolvannal fogunk Fortnite-ozni. De majd meglátjuk. Nem tudom, hogy mennyire fogom bírni egyébként. Azt, hogy streameljek is közben, meg a gépem is nem tudom, hogy mennyire fogja bírni, hogy streameljek is közben. Úgyhogy... Nem horkol, te nem vagy horkolós, Japi? Yay! Skip to morning. Na, mindenki nagyon boldog. Push me... Majdnem. Karla. Mit jelent az, hogy social 0 az 5-ből? Toilet. Ó, tényleg kéne most már WC-n. Lehet, hogy kéne WC-t csinálni. Az lesz a kövi. Az lesz a kövi. Ez eldöntetett. Jó, hát a Finlét és akkor az artistokkal is nyomatjuk. Nice! Select new project, WC. A WC az új projekt. Furnitúra nem, hanem ezek. És mi volt az Italian Sub Sandwich? Ó, oh, és ahhoz egy csomó minden kell. Nice. Ajjaj, be kell hívnunk a izéken. Coffee beans, tuti, hogy kell. Mennyi minden kell ehhez a Sub Sandwichhez? Haló? Oh, be kell hívnunk a vicseket. Lehet, hogy most ezen nem, hanem így maradunk. Businessman. Jó, oké, azunk van. Pankoknak kell a söre. Ó, ez az. Upgrade-eltem a... Hát, vajon mit upgrade-elje? Így. Mm-hmm.
Oké, összehavárkodtunk vele. Tudom, tudom. Avant-garden szalád. Na, nice. Várjatok, akkor ezt is meg kell venni. Jó. Igen, most már a izéket nagyon be kell hozni. A boszikákat. A pánkok a bővítés miatt kellenek. A bizniszmenek meg a gold miatt, hogy tudjak venni még király dolgokat. Beszélgetnünk is kell mindenkivel. Nice, nem sokára lesz WC-nk is. Ez az! Crappy toilet. Veszek egyen. Megvettem a hipster izét. Ez amúgy egész jól mutatott. Hogy őszinte legyek. Na, várjatok. Tea leaves, azt most nem is kért senki. Szia, Eszi! Mi ez a cukkárjáték? Egy cica kávézónk van, és az, ez egy menedzsment játék igazából. Cat Café Manager az a neve. Crazy Cica Kávézó Manager játék, ugye ez a stream címe. Nagyon crazy cat lady-k vagyunk, illetve én most jöttem rá, egyébként tök jól vagyok, de egy csomószor kiváltottátok már, hogy igyak, szóval most megyek és hozok magamnak inni.
Na, itt vagyok. Még gyorsan mentem pisilni, szóval... 10 per 10. Fresh fish. De várjátok, az Italian Sub Sandwich-et nem vettük meg. Hát akkor úgy látszik, hogy nem. Jó. Na, pont jó lesz kibírni a túlórát veled? Nice, örülök, hogyha így gondolod. Ó, a scratch postot akartunk megvenni. Á, szia Magdi! Gyere! Gyere nézni, ahogy menedzselem, csodálatosan menedzselem a... kávézóman, a ceca kávézóman. Gondoltam, hogy játszom a Strange Horticulture-t, de ma valahogy cetás kedvem volt, ne kérdezzétek, de szerintem holnap leszünk egy kicsikét Strange Horticultúrások. Mit szóltok hozzá? Most miért szomorú? Most miért vagy szomorú? Komfort, nem komfortos a izé? Hát ez felháborító. Nem, majd még úgy is raftozok, kijött a Final Chapter. Nice. Nem tetszenek nekik a székek. Szar a WC. Kösz. Jó van, lesz majd jobb WC, és örülj, hogy van. Hát teljesen fel vagyok háborodva. Eddig az volt a baj, hogy nincs WC, csak mondom. Most, hogy van, az is szar. Ez mint hogyha Magyarországon lennék, érted? Á, a coffee machine. Kényelmetlen neki a szék. Jó, értem, bennem kell új székeken. Adjatok rá pénzt, nekem mindegy, csak adjatok rá pénzt. Komolyan ezeknek az embereknek. Felháborítom. Nem tudom, nekem valahogy a dekoráció az valahogy ilyen utolsó volt mindig. Szerintetek? Ezt inkább, ja. Igen, a cicáknál mindegyik négyes szintű, szóval megyünk előre. Ja. Jó, a pánkokra most már nem lesz nagyon szükségem, inkább artistokra. Pánkokat kicserélem artistokra. Oké. Elfogyott a coffee bean. Oké. Állandóan azt hiszem, soti van a kezedben. Nice. Miért letuszom nincs? Hát... felháborító. Nem tudok letuszt venni. Hát... Oké, pillanat. Most tudok.
Miek is kezd elfogyni, Brad is kezd elfogyni, ajjaj. Húha. Ó. Ja, hogy annyira, hogy 7-kor szét vagyok, ez el van. Hát jó van. A market. Ja, hát Bradet mindenképpen vennem kell. Szerintem Milket is. Ja, coffee beans, ennyi. Hát most feltöltöm a izéket. Ja, most nem tudunk semmit sem venni. Tényleg, hol az izé? Hipster, basic toilet, az kell nekem. Oké, okay, arra megyünk rá, srácok. A basic toiletre. És kikre cseréltünk? Kit? Ja, így jó. A punkokat. Jó. Oké. Okay. Ja, és beváltottátok, hogy igyak, úgyhogy iszok. Mi? Mi az, hogy té? Hát teljesen fel vagyok háborodva. Nem elég komfortos neki. Kéne valami extra cicákat keresnem? Vagy nem tudom. Cicákat kéne fogadtatnom még, vagy bővítenem? Ja. Aha, most megyünk arra felé. Jó. Jó. El kéne adni. És keresni egy újat? Na nézzük ezeket a macskákat. Igazából őt tudjuk a bizniszmeneknek, de Gerzsont adjuk el. Jó, Gerzsont adjuk el, várjatok. Business person. Á, látom. Fel lehet turbózni. Most mennyi van Gerzsonnak? 4. Ha még vigyük fel azért 6-ra, nem? Jó, akkor Gerzsont felnyomjuk 6-ra. Harris, elég gyorsan főzöl? Kéne gyorsabban? Nem, magamat kell fejlesztenem. Ti egész ügyesek vagytok. Szörnyű. Hálátlanok. Hálátlanok. Van WC, és már az is baj. Ha, melyik legyen szerintetek? Inkább ez, és akkor megyünk majd a... cicásra. Amikor túl sok skilled van, amit fejleszthetsz. Zoli, milyen jó Isten csinálsz? Please, fejezd be. Azt a servinget. Cikú-cikú. Na jó, igen, ezt azért már egyedül vagy ketten nem bírnánk.
kell egy dedicated főzős emberke. Kényelmesebb székeket kell mennem. Új projekt. Még több cica. Mennyi kell? Az 750? Akkor először inkább ez. A piákat. Mert talán lehet, hogy előbb szükségem lesz. Ja, most felmentek a izéim, az kiajjaim, ugye? Nem érdekel, hogy őszinte legyen. Igen. Ja, de este van. Kiki nyugalomban. Na nézzük, milyen cuccot tudunk venni. Nem lett elég a basic toiletre. Más nem akarok venni belőlem. Basic food bowl. Ó, kellenek a... ...zések is, jó. Azt mondja, lettuce-ből. Nem volt elég, jó. Coffee beans, a minden, mindenképpen kell. Jaj, tudom, mit akartam. Dekoráción. Miért csak kettes komfortos van? Vagy ez a izét jelenti? Elegant chair. Bar, stool, pop furniture, tea room furniture. Jó, akkor erre kell rámennem következőnek, mert ezeknek ne semmi se jó. B-rang. Ja, Fisherman. Azokat még ide dobjuk. Igen, magamat kell trénálnom. Így, erre. Jó. Azt mondja, Hánynak a WC-től. Én sem vagyok annyira odaérte, de hát jól van. Ez van. Most ide akarok lúrolgatni extra cicákat. Some stray cats came looking for food. Sziasztok! Úristen, de szépen! Na, melyiket semogassuk meg? No food need. Nice. Mindet is, ugye?
Mindenképpen olyan kell, aki a bizniszesemet váltja. Ó, de ő meg provider 2 játékot a cicáimnak, szóval ő lesz az, úgy érzem. Na, kit hívjunk? Regulárt. Legyen a punk. Legyen a punk srác. Kell még egy felszolgáló. Arra is nyitnunk kell, srácon. Túl sok mindent lehet fejleszteni. Na várjatok, Gerzsont akarjuk eladni. Úgyhogy őt kell vinni feljem. Nekem... pick a trait. Oké, diner, tírum. A tírumos lesz a jó. Jó, séf! Csodálatos! Hajrok vagyunk! Nice! Strawberry milkshake, fish and chips. Na várjatok, akkor a fish and chips-et. Azt meg kell vennünk. Majonéz, potato. Fresh fish. Jó. Oké. Na most pánkokat nem látunk egy ideig, szóval... De a strawberry milkshake is kelleni fog, szóval. Meg deep fryert is kell venni hozzá. Oh, nice! Jó. Bildelünk, életeim, bildelünk. Azt mondja, hogy hát ezeket amúgy lehet, hogy így ide lehetne rakni. Így. Végül is az így egész faszam. Na. Ja, mert hogy akkor ott a WC-hez nem férnek hozzá. De hogyha így feljebb rakom, akkor... Hát így jobb amúgy.
Jó. És venni kell deep fryert. De hipsteresen. Meg basic toilet annyi nem lesz. Nincs annyi pénzem. Mindegy, veszünk basic toilet-en. Azért. Nincs a paráda. De amúgy tudok olyat csinálni, hogy jön. És amúgy itt van a WC. Így. Nice, nekem amúgy ez így tetszik. Ja, igen, mert punkokat nem kérünk most. Nincs bread. Többiből még jól állunk. Jó, tudom. Shake and more, aztán tea room. Jó. Ez nem tudom, hogy miért olyan sötét ott, de... Valószínűleg bagos. Ja, meg hiringolnom kell. Csak beszélgetni jöttetek? Abból nekem hogy lesz pénzem? Téged megzsimogadlag. You can call a regular. Na kit hívjunk? Na, Mateo, gyere. Gyere, haverom! Select new project. Hét 50. Aztán megyünk a zére. Felveszünk majd valakit, és akkor... Most komolyan ki kell mennem egész odáig. Jó, akkor az az asztal a tiéd, Zoe. Nagyon jó elbeszélget mindenkivel ez a lány. Csak a... Ó, nem már.
Na, tetszik nekik már a WC. Ez az! A WC-től már boldogabbak. Anyám, ezt sok hozzávalón. Na Csáda, ki életed, milyen ügyes vagyok? Nice, na, to town. Mi kell a cecáknak? Kell még egy litter box. Vagy vennünk kell valami furnitúrét. Hipster deep fryer. Azt kell nekem. Omikos jellegű verimacske és kávé menedzsment haladás. Igen. Bread. Veszünk azért is. Ez talán kelleni fog. Look at that. Csodálatos. Még két zét lerakhatnék amúgy. Ú, de boldog mindenki. A WC, én mondom neki, most mi baja van? Plant, csak két plant van. Jó, akkor majd bennünk kell még ezért is növénytet. Neki meg kényelmetlen a szék. Felháborító. Teljes mértékben felháborító. Hú, amúgy tök király most, mert mondjuk valószínűleg kint is fúj a szél, és az is segít, de most van két ventilátor a szobában. Nem akarok éppen meghalni a melegtől. Szia, Katu! Ó, jaj, várjátok. És mi volt ez a tűrőm? Ja? Látom a cicáknak. Na, Gerzsonnak még... Plusz 3 business people, úgy is van. Na figyelj, és akkor business 6-10, és akkor a 11-esre rakom, mert akkor 7-50-et kapok pluszba, és uff. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Az konkrétan rögtön egy ilyen hármas szintű cucli-mucli. Az amúgy nagyon jó. Kit hívjunk be? Mateo, gyere! Ha van hely, rajd látom, nem nagyon van. Hátok most, hogy vannak a macskák? 9, 10, 11, még kell 6 vagy 4?
4. Na, hála az égnek. 3-as szint! Nyomod, Mateo! It's a good thing. Csodálatos. Nem érdekel. Latte és cheese platter. Na, azt viszont megvesszük nekik, mert ezek ilyen... Ó, ja, hogy ez egy szék! Ó, rakjuk a középsőhöz ott. Jó, mindegy, akkor még most ülnek. Ó, most már nem. Mert... Azt hiszem, és akkor mit akarnak enni? Cheese platter. Gondolom cheese kell hozzá. Meglepő módon majd. Mit csinálok? Kell még egy litter box. Furnitúra. White counter. Jaj, tényleg vennünk kell még izén. Én nem. Mi nincs? Coffee beans. Hipster deep fry. De hát ezt nem is használtunk. Semmi baj. Megesik. Na, nice. Egy pillanatot kérek. Miért ilyen sötét a fejem? Nem sötét, csak én látom annak. De olyan sötétnek tűnik. Lehet, hogy csak kintről most nem. Egy pillanatot kérek. Közben eszembe jutott, srácok, hogy én még este streamelek. Szóval, most én ezt be fogom fejezni, mert tudjátok, hogy bele tudnék csúszni, mint állat.
De muszáj egy kicsit pihennem, mielőtt kezdünk majd este 7-kor belecsúszni. Az hát lennél a játék, amiben belecsúszunk? Kacsint, kacsint. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a feliratkozásokat, a Rédet, azt is, hogy itt maradhatok a Réd után ennyien. És remélem, hogy tetszett, mert ez egyébként iszonyat chill volt, ilyet máskor is nyomathatunk szerintem, egy tökéletes keddi chillás streamnek. Holnap találkozunk fixen Strange Horticulture-rel, az is ilyen poti főzős, összerakós sztorijáték lesz. Aztán most pedig menjünk át. Este 7-kor pedig, ahol fix leszek, virslis papucs, virsli, feet, mom tricks, feet, house flipperezett, nem tudom, lehet, hogy a Norbinak nem így írják a nevét. Na, mindegy, de hogy hárman fogunk játszani, és Fortnite-ozni fogunk, négyen fogunk játszani, négyen, velük hármójukkal, egy kicsit már lehet, hogy kiégett az agyam, és lehet, hogy lesz stream, lehet, hogy nem, ezt majd még így kitalálom addig, de lehet, hogy most egy picikét még pihenek, és akkor utána kiderül. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, átmegyünk a Hunterhez, aki... aki fallgájzozik, úgyhogy lehet, hogy tudtok hozzá csatlakozni, vagy lehet, hogy ti is tudtok játszani, és akkor véletlenül egy lobbyba dob be titeket, stb. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nagyon remélem, hogy tetszett nektek az a játék, és akkor hamarosan találkozunk, vagy ma este, vagy holnap 12:30-kor fixen. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!